Sziasztok! Ez itt az utolsó idei 8. részes, első évados idő kereke a véleményezés, hiszen 8 rész volt, amit el tudtak készíteni. Sajnos azt kell mondanom a készítők, ha legalább 10 lett volna, vagy az a 8. másfél-két órás lett volna Alea Got, Game of Thrones utolsó része, akkor talán egy sokkal jobb epizódot kaptunk volna. Könyves szemmel ez legalább olyan szintű dolog, amit itt a 8. része is egyébként nagy része a szezonnal is műveltek, mint amit láthattunk az alapítványban. Voltak úgy szálak, amit egész jól megoldottak ott is és itt is, és egy csomó régi, amit meg nagyon nem oldottak meg, vagy egyszerűen kivágtak a kukában. Itt viszont legalább jó volt a casting, jók a színészek, mind szinte, és egész jó volt a látvány, és általában próbáltak arányosítani a részeken, igazítani, hogy legyen eléggé a nagy változatosság. Tehát elég sokféle rész volt, volt lassabb, drámaizgatósabb rész, karakterépítő rész volt, akciódus rész volt, misztikumos rész volt, szomorú volt, humorosabb bevezető, aminek a végén viszont egy nagy mészárlás volt, szóval eléggé érdekes epizódok voltak, jelentkül az alapítvány, ami nagyon egy síkú szürke dolog volt. Viszont azt kell mondanom, hogy ez a 8. rész, ez já volt ígéretes, az előzetes, nagyon félrement az egész. Pedig érdekesen indul, mert mutatja Louis Tyrant, aki az első egyik nagy ilyen ugászületett sárkány volt, és akinél ugye nem sokkal döntése után elkezdődött a világtörés, és ugye ő volt az, aki úgy döntött, hogy most a férfiakkal neki mennek a sötét úrnak, és nem számol a következményekkel, esetleges következményekkel. Úgy döntött, hogy most befejezi azt, amit már régóta elkezdtek. És ezt láthatjuk itt egy vezető jelenetben, látható az is, ami igaz. Tehát, hogy ez a történet a jövőben játszódik, hiába van középkori szinten, hiszen a világ láthatóan 3000 évvel ezelőtt ezerszer fejlettebb volt, ebben a jelenetben ezt láthattuk, szóval ígéretes volt a kezdés is, nem csak a trailer. Az epizód nagyon jó összeér a szintén így hajszolva, kapkodóan indítón első résszel. Ugyanígy gondolkoztak el a 8. részen is, hogy ez a rész is legyen iszonyatosan kapkodó, rohanó, összecsapott. El is lett a helyzet. Nagyon-nagyon-nagyon idegesítő volt, hogy mindent megoldottak. Kiadták a kitaszítottakat. Az egyik kitaszított nagyon fontos szerepet kap a könyvben. Maga a Rave Jaskins, a producer és a showrunner, nyilatkozta azt, hogy a kitaszítottakkal nagyon sokat foglalkoztak, és hogy iszonyat érdekes lesz, és nagyon durva karakterek lesznek, coolok minden. Aztán nullát kaptunk belőlük konkrétan, csak egy említés az egész sorozatban, ez volt, amit ők szerepelhettek. Ami azért vicces, mert a világ szeménél, ahol ugye fontos esemény játszódik itt az utolsó részben és a könyv végén is, az első könyv végén, ott megjelenik az egyik kitaszított, és meg is felik a kitaszítottakat, és egy hatalmas leszámolás vár ránk. Itt az egész elmaradt. Kaptunk egy ilyen látomásszerű dolgot, a sötét úrral karöltve, ami minimálisan valami hasonló szem volt a könyvben is, de azt elég gyorsan lezárták. Egyébként hasonló módon, mint itt valamilyen szinten már olyan szempontból, hogy a végeredmény ugyanaz volt. És azután jött még egy nagyon durva leszámolás egy kitaszítottal. Tehát ahogy kihagyták a sodárlagodból azt a részt, ami miatt igazán félelmetes volt és érdekes. Itt kihagyták megint az egyik kulcsfontot és kihagyták egy fontos karaktert. De egyébként Tom Berlin is alig szerepelt a sorozatban, ahhoz képest, amit a könyvben láthattunk. És sokkal többet szerepelt Tam, ugye Rand apja. És itt meg alig-alig láthattuk, szóval ezek után mondjuk nem is csodálkozhatnék. Illetve mindenki bele a bajok közepébe a mentalitással, a legjobb védekezés támadás mentalitással azonnal bele a hát a rondámodalom, akkor tudjátok milyen erdőbe, de elég az, hogy a Lange erdőbe, ja, abba belementek, ahogy csak lehetett. Nagyon sok mindenki meghalt, mondjuk a könyvben is volt egy csatajánat, csak ott nem így volt, hanem ilyen lesből támadó jellegű volt, nem annyira akartak mini Helmsurdokat játszani, mint amit itt láthattunk. Mondjuk maga ez a csatarész is iszonyat kapkodó volt, alig láttunk valamit, sötétben volt természetesen, és iszonyat gyenge volt a kidolgozva trálokok, amikor már CGI-jal kellett megoldani őket, látszik, hogy nem volt rá egy deka költségvetés.
amikor még ugye ilyen 50 fővel tudták bemutatni az első részben a falu támadásakor, akkor meg tudták csinálni maszkal, mindjárt jobban nézett ki. A CGI-ra úgy látszik, már nem volt fényszer, olyan gagyi volt a kinézet. És ilyenkor nem értem azt, hogy mi került 10 millióba a showban. Nem voltak olyan nagy nevek a színészeknél, igen, forgattak kint Szlovéniában, Prágában, az Alpokban, de ez került annyiba, hogy jártak 10 millió volt egy rész. Nem is igazán értem. Ja, akkor azt szinte 80 milliót kötöttek az első évadra, de ez nem nagyon látszódik meg most összességében. Főleg itt a 8. résznek kellett volna, de nem nagyon látszódott meg. A fényképezés is talán itt volt a leggyengébb egyébként szerintem a többi részhez képest. Ahhoz képest, hogy miket lehetett volna mutatni a könyv alapján és a trailer alapján, amiket vártunk. Hát előkerül egy régi ismerős szintén az első részből, de ő is csak így beköszön, hello, itt vagyok, és elmegy. És nem mond semmit arról, Valair kürtjéről, ami nagyon fontos kürt az eredeti regény történetében is, és itt nem tudunk meg róla semmit, lehet, hogy majd a másik évadot tartogatják, de mégis hülye jött ki az egész, és itt van ugye Matt, aki gyakorlatilag csak eltűnt, tudjuk, hogy színész csere történt, de egy olyan útra viszik, ami nem igazán ért, amit nem igazán értek, mert ha jól emlékszem, a könyvben ilyen, legalábbis ilyenkor az első rész végén nem volt, úgyhogy itt nagyon félre viszik a karaktert, ebben benne lehet a Covid helyzet, benne lehet az, hogy más lesz a színész, de attól még nem erre az útra kellett vinni, nem kellett volna egy 360 fokos fordulatot tenni ők elmével, ezt nem is értem. Perin csak néz és ijed mindentől, aztán ez a szerepe az egész 8. részben, iszonyat csalódás. Egwene és akartam mondani hirtelen Ninév, vagy Ninév, ők egyszerűen úgy ott vannak ők is, de majd igazából nagyon sok mindent nem csinálnak. Segítik a Father-a női vezetőjét, Father vezetőjének húgát, és ennyi. De úgy igazából nem nagyon történik szinte semmi. A zene is totál középszerré alakul át, nem tudom, megmondta a zene szerző, mert eddig voltak pillanatok minden részben szinte, ahol tényleg kikristályosodhatott fényességében éghetett a zene, de most nincsenek ilyen pillanatok, minden a középszerbe hullik. Valahogy a zene is elkapkodott lehetett, ahogy az egész epizód. Nem értem, hogy mit akartak itt a készítők ezzel, mert gyakorlatilag csak a két szék közé estek. A Fertő is mondta, hogy milyen jól néz ki, aztán igazából annál többet nem kaptunk, amit az előző rész végén kaptunk a Fertőből, azt ugyanígy itt megkaptuk, és ez volt az egész. Szóval a 8. rész a sforrólás jegyében telt, és minden mellett lehet, hogy emiatt kellett igazán csak kapkodniuk. Hogy ne kelljen megmutatni olyan dolgot, ami a könyvben benne volt, vagy ami benne volt, de sokkal jobban, ezerszer jobban kidolgozott módon kellett volna. A fáderei karakterek nagy részét nem ismertük meg, nem volt igazán kiért izgulnunk, amit felépítettek egy csomó híres film csata jelenetében, a két toronytól kezdve az egri csillagokban át, mindenhol izgultunk az ott védőkért. Itt nem is ismerünk senkit, és nincs is időnk izgulni egyébként, és nem is látjuk nagyon sokszor őket. Igazából nem lehet látni szinte a védőket sem. Sokan szitták, hogy a trónokharcában lehettek volna még jobb csaták. Hát amik ott vannak, az szemszúrd a kiszínt ezekhez képest, úgyhogy most láthatták meg a kétkedők, a GOT kétkedői, hogy milyen gyenge próbálkozások is lehetnek. És milyen érdekes, hogy pont a lezáró, a második évadot valószínűleg majd összekötő rész, ahol látjuk a seancsokat, tengeri hajós durva katonai népet, akik igazából szárnyas, ha jól hiszem, szárnyas Arthur, vagy mi volt pontosan neve, most nem hiszem már hirtelen pontosan, de annak a leszármazottai, ezt gondolom megtudjuk majd az évad elején, ugye azok is, akik nem olvasták a könyvet, vagy Sas szárny Arthur, ha jól emlékszem, igen. Ő egy ilyen régi hordító volt, akinek a népe és seregei hát így viszonylagosan eltűntek, és sokan azt hitték, hogy kihalt az egész nemzet, miután nagy nehezen leverték őket, nem, most ezek alapján vissza fognak térni. És a könyvben is így volt a második könyvnél. És így elég érdekes mentalitást visznek magukkal, és egy császárnő egyébként a vezetőjük, hódítók. Ők és hódítják magunknak az asszadályokat is, hogy őket szolgálják. Szóval ezt itt láthatjuk egy kicsit, és milyen érdekes, hogy ez sokkal látványosabbra és hatásosabbra sikerült, mint előtte bármi a 8. epizódban, mintha minden pénzt erre költöttek volna, hatalmas hullámokat vetnek, vagy varázsolnak pontosabban, és nagyon jól néz ki a dizájnja is, páncélzatuknak, hajóiknak.
nem tudom, úgy látszik erre költöttek az egész 8. részben, mint sem a történetet szolgáló elemekre. Inkább kivágtak olyan karaktereket, akik fontosak lettek volna, vagy lenyisszantottak olyan karaktereket, akik egyébként szintén tettek volna nagy dolgokat, és inkább 5 percre sem mutatták őket. Hát ugye 1 órás sem volt az epizód, most vagy 1,5 órásra kellett volna tenni, mint a Game of Thrones utolsó részeit általában, vagy 10 részet bemutatni ezt a regényt. Ezek nem rövid regények, és sok történik bennük, miért nem lehet ilyenkor 10 részt csinálni, ezt nem értem egyébként. Olyan filmek kaptak 13-20 részeket, amik semmi okból érthetőek nem lettek volna, érthetetlen volt, hogy minek nyújtják el ennyit a rétes részt, tehát csak nem a reklámblokk miatt, ha egy kábel csatornán ment éppen a sorozat, nem hiába ott voltak általában ilyen 22 részes sorozatok, de ez így iszonyat hülyén volt most megoldva, és emiatt lett ilyen rossz a 8. rész, és nagyon keserű szájízzel várnám a második évadot, ezek után annyira nem is várom azt, hogy milyen trailert és képeket tudnak mutatni, és az alapján fogom eldönteni körülbelül, hogy neki kezdek-e, mert én tartok tőle, hogy ez a sorozat nem fog sokáig eljutni, hogyha ezt így folytatják. Jave Raskin marketing szavai sajnos hát a nagy porba hultak. Itt olyan marketing volt, hogy próbálnak hűek lenni minden szegmenséhez a könyvnek, de közben új dolgokat is persze mutatnak, és ki kell hagyniuk 1-2 dolgot, de ez be kell szorozni 10-zel, hogy kiadjunk 10 dolgot és 10 karakter, és hogy a próbálunk igazodni a fővonalhoz, az igaz. Úgyhogy remélem, hogy ennél 20-szor többet fog kapni majd a nézősereg a Gyűrűk Ura előzmény sorozatról, ugye 4-5-szor annyiba is fog kerülni elvileg, vagy még többen, 6-szor annyiba. Remélhetőleg ez meglátszik majd a forgatókönyvben, illetve azon, hogy nem 6-8 részbe akarják ledarálni dolgokat, hozzá kell tenni, hogy könnyebb dolguk lesz, mert a legkülönösebb matéria, nyersanyag, az pont a másodkorról van meg könyvekben, úgyhogy amit követniük kell, talán az lesz a legvékonyabb, és amit hozzá kell majd költeniük, az meg vastagabb lesz, és erre engedélyt is kaptak, de nem szabad viszont eltérniük a fővonalattól, hiszen ott van a Tolkien birtok örökös cég, illetve maga a család részbe. Úgyhogy ez nem volt jelen a Hobbit és a Gyűrűk Ura filmek esetén. Tehát ott valószínűleg pórázom vannak fogva jobban, és ez remélem azt jelenti, hogy majd egy sokkal hűebb adaptációt kapunk, és csak tényleg azokat vágják ki belőle, vagy módosítanak, ami mondjuk olyan dolog, hogy ennek van értelme. Itt sajnos szerintem ez csak kárára változott, főleg itt a 8. epizódnál. Hát most nagyon megrázott ez az epizód, mert pont, hogy valami nagyobbat vártam, és valami olyat, ami kárpotol minket azért, amit eddig is már kihagytak a pár előző epizódokban. És ennek ellenére kaptunk még 5-öt a nyakunkra, kaptunk még 5 nyakast, semmi mást. Tehát olyan, amikor leöntenek egy jégvödör vízzel, majd még utána 10-zel meglepetésre 10 perc múlva. Hát körülbelül ez most ilyen volt. Főleg könyvolvasóként, de szerintem átlag nézőként még rosszabb, mert csak a fejüket kapkodják és néznek, hogy mi van, mi a franc volt ez, vagy mit tudom én, percenként jegyzik fel a dolgokat, hogy most mi van, tehát hihetetlen tényleg. Ez olyan volt, mint egy hullámvasút, ami sosem áll meg, és pont a legvégén, nem, ez nagyon gáz volt. Ez nem záró epizódnak tűnt, hanem csak egy ilyen köztes filler epizódnak, bizonyos szemszögből, ami most majd a második évadot hát próbálja kicsit közelebb hozni bizonyos nézők felé, de szerintem nem nagyon fogja, mert ez egy iszonyat összecsapott lezárás volt. Észrevetesen csalódtam, nem tudok mit mondani. Megvárom az első képeket és trélereket, de ezek után nem fűzök hozzá jó sok reményt, és attól fogom majd függővé tenni, hogy nézem ezt a sorozatot tovább, mert itt nem is a végében baj, már eddig is elvesztettem párszor nagyon sok reményt, és a végével ezt csak a sírba döngölték, tehát még mélyebbre. Itt ez a fő gond, hogy volt egy folyamat, amire azt gondoltam, hogy majd utolsó 1-2 részre rákötöttek mindent, és akkor megoldják. És minden, amit eddig nem kaptunk meg, legalább egy pillanatra megkapunk. Hát itt vannak olyan részek, képzeljétek, ami az első trailerben benne volt, és a sorozatban nincs benne, amikor Egwene szerintem már készül fel. Ezt is vártam volna, ezt a részt készül noviciának lenni, Aes Sedainak, és na, nincs benne. Amikor ott forog, tudjátok, is ilyen színes a ruhája, és vízbe van. Én azt hittem, hogy ez onnan lesz.
Ez egy kivágott jelenet lehet. Biztos a Covid az benne volt, és két-háromszor is le kellett állni a forgatásra, tehát biztos van ilyesmi is benne. Ezért remélem azt, hogy a másik évaddal, hogyha végre véget ér ez a Covid mizéria, talán tudnak valamit újítani, és tényleg rendbe rakni a dolgokat, és tényleg követni a regényt. És csodálkozom, hogyha Brent Sanderson, a legények befejezője igazából, az utolsó három regényt ők neki kellett már befejeznie, Robert Jordan halála után, hogy a második évad sokkal jobban fog figyelni és felügyelni, mert az első évadnál ez egyáltalán nem látszik. Itt most volt egy videó, azt láttam, ahogy ott az utolsó részt megnézik egy nagy fannal, és akkor beszélgetnek, de ha igazán kritikus lenne, akkor kritikusan beszélgettek volna erről az epizódról, hogy mennyire gáz és mennyire semmilyen lett, hiszen ők pont a regények rajongói, és pont nekik kéne azt látni, hogy igen, ennél sokkal többet és jobbat kellett volna nyújtani. Tehát ilyenkor látom azt sajnos, hogy őket utolérte a sötét úrhatalma, és a fény helyett a sötétséget választották itt ellentétben az epizódban látható módon, és a pénz nagyobb hatalom volt, mint az, hogy valami minőségi tegyenek le. És ez fáj a legjobban, úgyhogy utolsó reményem a második évad első trailer és képeiben van, és azok alapján fogom eldönteni tehát, hogy mi legyen. Meglátjuk. Nem is tudom, hogy akarják-e csinálni egy ilyen egységes évad bemutatót, mert nem látom értelmét. Ezek után egy kiveséztem negatív és pozitív elemét a részeknek. Hú, hát ez most fájdalmas volt. Így karácsonyra nem egy jó ajándék volt 24-ére. Nem tudok jól emlékezni rá. Hú. Pedig jó volt a casting, annak ellenére először azt hittük, hogy nem lesz az. És a forgatókönyvek viszont iszonyat gyengék lettek a regény szellemében nézve. Ez viszont fércű. És inkább csak nem hogy alapul, hanem max azt mondhatnánk, hogy ihletődött a regények alapján, ez a jó kegyes megfogalmazás. Ezek alapján azt tudom mondani, hogy még a Witcher másik évada is talán közelebb vár bizonyos szempontból a regény szellemiségéhez. Legalábbis a fő pontok és a karakterek jelen vannak. Talán egy-két mini karakteren kívül nem tudnék olyat mondani, hogy igazán nem jelent meg, aki fontos lenne és hiányozna. Itt viszont meg annyi karakter van és jelenet, ami fontos lenne a történet szempontjából. Tehát egy égkő, egy fősztori alapkő, egy alappillér, és nincs benne. Nincs benne a történésekben. Azért ez gáz. Úgyhogy, hú, hát ennyit akartam mondani. Sajnálom, hogy a 8. epizód ennyire egy igazi letdown volt, hogy az angol mondaná. Azok után, hogy mit vártunk, és hát azok után, hogy láttuk, hogy a sorozatból mennyi mindent másítottak, hogy hagytak ki. Úgyhogy Rave Jaskinnak nem tudok gratulálni, és kérhetik több ilyen fals marketinget ne használjál, mert ez nagyon-nagyon-nagyon rossz volt. Mindent bebombázott, bedobott, aztán abból tizede, hogyha teljesült. De a tipikus akkor szokott ez jelenni, amikor pénz után futunk, rohanunk, ezért mindent megígérünk, majd kiderül, hogy semmi nincs ott, viszont ennek általában az szokott lenni a hatása, hogy akkor sokkal kisebb lesz a nézettség, úgyhogy a második évadra én kíváncsi leszek, hogy kitol-e majd egy harmadik évadot, mert nem vagyok benne biztos. Ezt most elég sokan nézték ezt az évadot, elég nagy sikert aratott, és azt hiszem rekordon tett az Amazonon belül, de azok után, amit végül kaptak, én nem biztos vagyok abban, hogy a második évadra nem fog neki sok nézőt veszíteni, főleg a könyvesekből. Tehát, ha csak a könyvet nem olvasók hada olyan nagy, ami a trónokharcát is igazán akkora, a sorozat tekintetében, a tévésorozat tekintetében akkora ugye, top pillére, top egybe vitte, az igazából a könyvet nem olvasók hatalmas tömege, akik megkedvelték, szerették a sorozatot. Ha ez itt nem lesz meg, akkor ez a sorozat bukni fog, mert a könyvesek nem maradnak ott, ebben én már biztos vagyok, legalábbis a nagy részük, és akik észreveszik ezt a keszekuszaságot a könyvet nem olvasókként, akkor onnan is elmennek, akkor itt sok néző nem marad. Úgyhogy Rave Jaskinnak egyet tudok mondani, a második évad sokkal-sokkal jobban legyen közelebb a könyv alapvető jeleneteihez, értékeihez, karakteréhez. Nem kell minden 100%-ig lemásolni, az sem jó. Harry Potter 1-2 szerintem filmben bizonyította azt, hogy a szólói másolás sem egy jó megoldás. Elég annyi, hogyha a fő sarokpontok megvannak, és a legfontosabb karakterek legalább 10 percet szerepelnek. De azt, hogy nulla ez a szorzó, azért az kicsit gáz. Úgyhogy egyelőre. Számomra ilyen durcásan végződött az időkerek első évada. Nektek mi a véleményetek? Írjátok rá a kommentben. Búcsúzom tőletek, sziasztok!